A vírus átírta a városi rendezvénynaptár széles kínálatát. Számos program, kiállítás és szakköri esemény is elmaradt. Többen tették fel a kérdést televíziónk számára is, hogy lesz-e birkafőző fesztivál az idén. Stúdiónkba meghívtuk Szepesi Tibor igazgatót, aki erről is tájékoztatja a nézőket. Mai vendégünk Szepesi Tibor, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatója. Üdvözlöm igazgató urat, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a televízió nézőket. A kialakult járványügyi helyzet teljesen átírta a programok forgatókönyvét. Hogyan alakult ez városunkban? Igen, sajnos, hogy ez a helyzet teljesen átírta a rendezvénynaptárt, a város kulturális életét, és hát nyilván ezzel együtt a mi munkánkat is meghatározta az elmúlt időszakban. Nagyon sok rendezvény volt az elmúlt években a Dériné Kulturális Központban, illetve a hozzánk tartozó összes intézmény egységben, és hát nyilván terveztük ennek hasonlóképpen való folytatását a 2020-as évben is. A rendezvénynaptárt, aki nézte, látta, az tudja, hogy nagyon sok rendezvénnyel készültünk, nagyon sok rendezvény előkészítés alatt volt, nagyon sok rendezvény a meghirdetés küszöbén állt, és nagyon sok rendezvény zajlott, hiszen ha mondjuk csak a színházi bérletes előadásokra gondolunk, akkor menet közben ért bennünket a helyzet. Teljesen át kellett alakítani, én azt gondolom, mindent. Az első időszakban azzal foglalkoztunk, hogy a meglévő szervezés alatt álló rendezvényeinket hogyan lehet átcsoportosítani, úgy megmenteni belőle sok mindent, hogy esetleg a későbbi időszakban megtartható legyen. Illetve hát ugye azzal együtt, hogy nem tudtuk, hogy meddig fog tartani, és még nyilván a mai napig sem tudjuk hajszál pontosan, hogy hol a vége. Úgy megszervezni és úgy próbálni megmenteni, hogy bármikor, amikor úgy alakul, esetleg megtartható legyen, átcsoportosítani. Nyilván vannak olyan rendezvények, amelyeket lehetett, és vannak olyan rendezvények, amelyekről le kell mondanunk. Tehát az első időszakban ezek voltak a legfontosabb feladatok, és hát nyilván meg kellett szerveznünk a mindennapi életet is, hiszen közben azért folyt a munka, kellett olyan feladatokat találni a kollégáknak, amellyel meg tudjuk a következő időszakra is határozni az intézménynek a további létét, működését. Ugye elsősorban azzal együtt, hogy elrendelték kormányzati szinten az épületek bezárását, teljes bezárását, egy kicsit meg is határozták a mi munkánkat. Olyan feladatokat kellett találni, amelyeket a bezárt épületekben lehet elvégezni, ezért előre hoztuk a nyári részleges bezárásnak a feladatait. Én azt gondolom, hogy nagyon sok intézmény élt ezzel a lehetőséggel, tehát elsősorban a karbantartási feladatokat, azokat az elmaradt papírmunkákat, pályázati papírmunkákat fejeztük be, amelyeket görgettünk magunk előtt, és most egy picit talán volt időnk arra, hogy átgondoljuk és rendbe tegyük. És hát néhány olyan feladatot találtunk ki, amelyek a mindennapi életben egyébként is el kellett volna, hogy végezzünk, de most maradt rá egy pici idő. Lassacskán elindul az élet. Hogyan tervezik az elkövetkezendő időszak programjait? Gondolok én például a Birkafőző Fesztiválra is, amely azért hatalmas évet bejárt rendezvényhatáron, innen és túl viszi a hírünket. Megnéztük azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésünkre állnak. Ugye a rendezvényekkel kapcsolatosan egyértelmű a kormányzati állásfoglalás, és azt gondolom, hogy a vírus helyzetben ez egy nagyon jó döntés. Augusztus 15-ig nem lehet rendezvényt tartani. A Birkafőző Fesztivál ugye beleesik ebbe az időszakba. Azt vizsgáltuk az előzőekben, hogy érdemes-e valamilyen más formában, de ragaszkodva a Birkafőző Fesztivál eredeti időpontjához megtartani, tehát mondjuk áthelyezni az online térbe. Voltak erre próbálkozások, a mi részünkről is elgondolások, és hát nyilván voltak hasonló rendezvények az országban máshol is. Velük is azért valami fajta kapcsolatban
a szervezőkkel vagyunk, voltunk, és hát nyilván leszünk is hosszú távon. Azt látjuk, hogy jelen helyzetben talán ennek már nincs akkora jelentősége, mint amikor a valódi karantén helyzetről volt szó, hiszen ma már azért lehet menni kirándulni, lehet menni vendéglátóegységekbe. Másik lehetőség az, hogy esetleg elhalasztjuk a birkafőző fesztivált egy későbbi időszakra, de azt gondoltuk, és hát nyilván a városvezetéssel is egyeztettünk, és egyeztetünk folyamatosan, hogy látva a környező települések rendezvénynaptárait, látva azokat a nagy rendezvényeket, amelyek már korábban el lettek esetleg halasztva, nagyobb fesztiválokra gondolok, későbbi időpontokra. Nem nagyon tudunk egy olyan időpontot találni, ahol mind a városnak, mind pedig a hozzánk látogató nagy számú közönségnek megfelelő lenne. Tehát én azt gondolom, hogy a lehető legjobb döntést hoztuk akkor, amikor úgy döntöttünk, hogy ebben az évben nem kerül a hagyományos formában megrendezésre birkafőző fesztivál, inkább koncentrálunk majd a jövő évi programra. Nyilván azokkal a fellépőkkel, akikkel már lekötött szerződéseink voltak, sikerült megegyezni, tehát őket áttettük már eleve a következő évi programban, tehát igazából a szervezés már a jövő évi fesztivál kapcsán is megindult. De úgy érzem, és nyilván ebben egyetértünk nagyon sokan, hogy nem maradhat birka főzés nélkül a város, tehát egyfajta felhívással fogunk élni, nem csak a város lakossága, hanem országos, sőt nemzetközi szinten is, hiszen az online világban ezt meg lehet tenni. Tehát arra kérünk majd mindenkit, hogy a birkafőző fesztivál eredeti időpontjában, június utolsó hétvégén, szombatján, mindenki próbáljon meg otthon, családi körben, baráti körben, amire a jogszabályok majd lehetőséget adnak, birkát főzni. Terjengjen az illat a városba, minél több helyen lehessen hozzáférni, minél több személynek lehessen hozzáférni birkapörkölthöz, és hát nyilván szeretnénk őket egy picit jutalmazni is, aki majd elküldi az elkészített birkapörköltről a fényképet, vagy arról a baráti társaságról, akik összejöttek és őrzik ezt a hagyományt, abban az időpontban, amikor eredetileg lett volna, akkor őket majd szeretnénk megjutalmazni egy-egy ajándékkal, egy-egy oklevéllel elismerni azt a fajta erőfeszítést, hogy igen, ott vagyunk, együtt vagyunk, még ha egymástól távol és nem a megszokott helyszínen, akkor is a birkafőzés hagyománya azért tovább él a városban. Ugyanígy vagyunk a többi rendezvénnyel is, próbáljuk megtalálni azoknak a helyét, lehetőségeket, amelyek eddig megszokottak voltak. Ugye nagyon nehéz a gyermeknapot úgy megtartani, hogy igazából nem lehet rendezvényt tartani. Nagyon nehéz egy író-olvasó találkozót, egy könyvbemutatót megtartani, úgyhogy nincs személyes kapcsolat a résztvevők között. Keressük a lehetőségeket. A térzenekoncertek folytatódnak. Igazgató úr, én köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm a meghívást.